Színpadi produkciók, autóbemutatók, koncertek színesítik minden esztendőben a kaposvári fiatalok találkozóját. Az idén 39. születésnapját ünneplő rendezvény annak idején is a térségi összetartozás egyik jelképe volt. Erről is beszélt megnyitójában Törő Péter, a rendező Szakály polgármestere. Azt gondolom, ez a rendezvény a község minden egyes tagjának fontos, mert aki az elmúlt 39 évet megérte, és a mai nap is itt van velünk, az át tudja adni a fiataloknak azt a szeretetet, azt a megbecsülést, azt a jó kívánságot, amit ez a rendezvény kívült magának, és nyilvánvalóan ezek a fiatalok látják azt, hogy ezt hogyan kell csinálni, és szükségük van a falunak erre a rendezvényre, szükség van erre a rendezvényre a környező településeknek, mert ez így indult ezelőtt 40 éve, és egy fontos rendezvény a külség életében, amire összehívünk idősebbek, fiatalok, és ilyesmi jól érzi magunkat. Az idei esztendő programjának kialakításában is a visszaemlékezés, vagy ahogy manapság hívják, a retro vitte a főszerepet. Fajerbach Szabolcs a főszervező szerint fontos volt a múlt felidézése. A találkozónak még megvan a maga vonzereje, jelentette ki. Ez egy nagyon régóta megszervezett rendezvény, ugye 73-ban kezdték el annó az elsőt, most a 39-et szervezzük, és igazából a fellépők és a vendégek is úgy Dombovártól Simontónyáig az összes településről vannak, jönnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen van. Nekünk nagyon sokat jelent, mert ugye azért személyesen nekem is, mert én 200 méterrel innen nőttem fel, és én itt voltam a 80-as években is az elsőkön, most úgy mondom, a 8-on, 10-en biztos. Úgyhogy mondjuk akkor teljesen más volt az embereknek az innerküszöve, más volt minden a világ is. De azért próbáltuk egyébként a mostanit egy kicsit ilyen nosztalgikusra csinálni, és majd látni fogjátok, hogy vannak veterán járművek, meg ugye a Kovács Kati lesz a sztárfellépő, a Nádas Gyurit hívtuk meg. Tehát egy kicsit így a 80-as éveket visszahozni, vagy azt a régi szép világot. A 80-as évek a humor szempontjából is másmilyen volt, hiszen a kamaré pontos képet rajzolt mindarról, ami körülvette az embereket a politikától a fociig. Ez ma más milyen, mondja Nádas György, az ismert humorista. Redukálódott a humornak a fogalma a stand-upra, ami elég nagy baj, mert egy kabaré az állt dalokból, jelenetekből, magánszámokból és a konferenciéből. Ebből maradt a konferencié lebutítva stand-upra. De nekem nagyon hiányzik az a fajta humor, illetve az a kabaré, ami bizony annak idején még a 80-as években jellemezte az országot. Mindenki büszke volt arra, hogyha hazánkból elszakadt emberek hazajöttek, hazalátogattak, akkor rögtön a kabaré volt az első, mert akkor tudták a lenyomatát annak a kornak, ami éppen akkor volt. Nagyon egyszerűsödött a dolog, ez olyan, mint a rágógumi, hogy az ember rágja, amíg érzi az ízet, amikor nem, akkor elköpi, de fogalmam sincs, hogy miről beszéltem tegnap előtt. Nekem hiányzik az a fajta kabaré, ami akkor volt. Ami most van, ez meg a mai fiataloknak szól nyilván. Még ismerem a fiatalokat, és még ismertem azokat a nagyon nagy öregeket, gondolva itt akár Kellér Dezsőre, vagy Tabi Lászlóra, vagy Moldova Györgyre, aki ebben a műfajban is nagyon-nagyon sokat alkotott, és hát nem beszélve, illetve beszélve Marton Frigyesről, aki az egész rádiókabarénak, meg annak idején a Mikroszkóp színpadnak is az atya volt. És hogy mi a retro, kinek mi, mondja Kovács Kati. Hogy a maiak közül lesz-e olyan, aki maradandót alkot, azt majd az idő eldönti. Mostani rádió felvételek, azok vajon 15-20 év múlva ismerősek lesznek az embereknek, mert ezek azért nagyon jó sikerű dalok voltak, jó szerzőpárosok írták. Most rengeteg dal van, de nagyon nehéz kiválasztani belőle azt, ami az embereknek tetszik, mert azt is mondhatnám, hogy dömping van. Soha még ennyi zenekar, ennyi énekes, ennyi előadó még nem volt, mint mostanában, és az idő fogja bebizonyítani, hogy miből lesz majd esetleg retro. Igazán a forradalmi változást az első Magyar Tánca Fesztivál hozta, mert onnantól kezdve lehet számolni azt, amikor jöttek az új emberek, és a régiekkel együtt versengtünk, ez így volt helyes. És amiből sláger lett, az tovább élt, akinek nem volt sláger, az nem egzisztál tovább. De fogalmam sincs, egészen az idő múlását mi veszük észre a legkevésbé. Onnan veszük észre, hogy hány évesek a bátyámnak a gyerekei, a húgom gyerekei, vagy az unokái. Onnan tudom, hogy nekik már retro. De azok, akik éneklik a mi dalainkat, a fiatalok, azoknak nem retro. Azoknak a napi, hogy is mondjam csak, szereplési lehetőség a kenyér, mert annyira sok jó dalunk volt, nem csak nekem, sok kedves kollégámnak,
hogy ők még mindig ezekbe tudnak igazán jót produkálni. Ez egy iskola. Ha ezek a dalok ennyi éven keresztül éltek, akkor nekik is egy jó iskola, hogy hogy tanuljanak meg énekelni. A kaposmenti fiatalok találkozója számára is kihívás, hogy a jövő generációi hogyan értékelik mindazt az értéket, amelyet a találkozó hordoz. És ez dönti majd el hosszú távú létének sorsát is.